Na csácsó, mi csörtészt a csokoládé és traktorkerék üdv csatornán képer jelentkezik a következő videósorozattal, ami nem lesz más, mint egy Farming Simulator 19 tutoriál sorozat, amiben szeretném megmutatni, hogy keressetek marha gyorsan sok pénzt ebben a játékban mindenféle trükk és csalás nélkül. Azért gondoltam, hogy lenne értelme egy ilyen videósorozatnak, mivel Epic Games-en rengetegen hozzájutottak a játékhoz, és úgy gondoltam, hogy lenne létjogosultsága, hogyha egy ilyen sorozatot elindítanék, és kitűznék magamnak egy olyan célt, amit igazából viszonylag nehéz elérni, de mégis látnátok, hogy igazán hogy lehetne elérni, hogy lehet hatékonyan és gyorsan sok pénzt csinálni a játékba. De nem is akarom húzni az időt, vágjunk bele a lecsóba, és közben akkor még beszélünk egy csomó minden dologról. Na, úgy kezdtem ugye a játékot, hogy nincsen se földem, se gépem, viszont van 1,2 millió euróm, és ebből kell gazdálkodnom. Na, akkor amit kellene néznünk először azt, hogy igazából mit érdemes venni az elején, földet mindenképp kell vennünk. Ugye, hogyha úgy kezded a játékot, hogy gyakorlatilag nem úgy, mint ahogy én, hogy pénzen, hanem hogy már vannak területeid és vannak gépeid, akkor ugye a 24-es, 25-ös, 26-os földet adja neked a játék különböző kisebb gépekkel és munkaeszközökkel. Ezt a kezdést nem nagyon ajánlom, mivel gyakorlatilag az a része a mapnak, ami talán mondható a legszarabbnak. Nagyon el van szeparálva, és nagyon kicsik azok a földek, és azokat a gépeket, amiket kapsz, azok nem igazán használhatóak. Használhatók azok azon a pici földön, de nagyon sokáig tart onnan kitörni, hogy nagyobb földeket és nagyobb gépeket vegyél. Inkább érdemes úgy kezdeni a játékot, hogy földek és minden nélkül, és akkor te válogass meg azokat a gépeket, amiket éppen szeretnél használni. Viszont, hogy ha már kitértünk arra, hogy például azokat a földeket nem érdemes megvenni, akkor gondoljátok, hogy milyen földet érdemes megvenni itt a legelején. Hát a legelején érdemes mindenképp olyan földet megvenned, ami közel van a bolthoz. A bolthoz azért jó közel lenni, mert akármit veszel, akkor ugye ki kell cipelni például a földedre, és emiatt tényleg jó, ha nem a map másik felén vagy. Ami még fontos, hogy érdemes olyan földet választani, ami gyakorlatilag a map közepén található, mivel akkor az eladó helyek, ahol el akarsz adni, azok kb. Egyforma távolságban vannak a földettől. Na, ezért én már körülnéztem előre igazából, sejthetitek, hogy gyakorlatilag a 13-as, 12-es és a 6-os és a 7-es föld körül akarok én válogatni. Ugye itt van a bolt, gyakorlatilag a 13-as lenne lehozzá legközelebb, viszont azon az a probléma, hogy egy kicsit drága, 847 ezerbe kerül. A 12-es 428 ezerbe kerül, a 6-os az meg 438 ezerbe. Ugye a 12-es és a 6-os, hogyha összehasonlítod, a 6-os az kisebb gyakorlatilag, mint a 12-es, emiatt a 12-es jobban megéri megvenni, és ráadásul egyenesebb is a terep, és nincsen gyakorlatilag annyi olyan rész rajt, ami nincs kihasználva. És viszonylag közel van a bolthoz. Úgyhogy mindenképpen megveszünk a 12-es földet, kapásból megnézzük, hogy mi van rajt, árpa van rajt, megnézzük a növekedés, betakarításra készen van, csodálatos gyerekek, ennél jobb nem is lehetne az egész. Amit kell rá vennünk, az nem más, mint ugye kellene például munkaeszközök, kellene kombájn. Hogyha a kombájn vásárlásban gondolkodsz, akkor kapásból érdemes megnézni, hogy milyen szempontok szerint akarod megvenni ezt a kombájnt. Valószínűleg a főbb szempont egy kombájn vásárlásnál az, hogy minél szélesebb legyen a vágóasztal. Ezért mit csinálunk? Mindig a vágóasztalakat nézzük meg, és utána veszünk hozzá kombájnt. Gyakorlatilag megnézzük az aratószerkezeteket, ugye például ilyen aratószerkezet kell nekünk természetesen, megnézzük a legnagyobbakat, mert miért ne, és láthatjuk, hogy az utolsó három az gyakorlatilag minden egy 89 ezer bekerül, és 13,7 ezer méteres. Ugye? Nincs semmi különbség köztük. Akkor meg tudjuk nézni ugye a kombájnokat, betakarítógépek. A legvégén természetesen ugye megnézzük ugye a hozzátartozó kombájn, New Holland, és a Case, és a John Deere itt van, és viszonylag elég nagy árkülönbség van köztük. Tehát érdemes akkor megvenni mondjuk a Johnny-t, megvesszük a Johnny-t. Egyébként még valami, kerékbeállítás. Kerékbeállítások igazából annyira nem jelentősek abba a játékba. Megveheted rá a széles gumit, megveheted az alapértelmezettet, kb. Ugyanolyan menettulajdonságokkal fog rendelkezni a gépjármű ebbe a játékba. Én azért az alapértelmezettet veszem meg, mert sporolunk.
Megveszük hozzá az aratószerkezetet is természetesen, és már megyünk is aratni, és közben akkor dumálok folyamatosan, és mesélem, hogy igazából mit érdemes még venni, és hogy érdemes csinálni. Hát, amint látjátok, kapásból a játék elején mindenféle trükk és mindenféle cheat nélkül mondhatni az egyik legnagyobb kombányt, és 100%-osan mondom, a legnagyobb aratószerkezettel rendelkező kombányt megvehetted. És ebben nem kellett, nem volt semmi trükk, nem kellett semmit csitelned, kapásból a játék elején, mert ezzel indíthatsz, ha akarsz. Na, vágjunk bele a lecsóba, menjünk ki a földre, szépen ugye. Azt is lehet csinálni, sokan csinálják, meg így szokták is, meg én is szoktam régebben. Kisebb kombányt vesz az ember, nagy arató szerkezettel ugye ráilleszkedik, viszont ugye nagyon nehéz, rettenetesen instabilen fog működni, nehezen kormányozható, még a, néha még a gépi munkás is, ugye a segítő is belegabajodik a dolgokba, úgyhogy nem biztos, hogy érdemes azt csinálnod, hogy veszel egy nagyvágóasztalt, egy kis kombányt. A másik probléma azzal az ugye, hogy a rövidebb a csöve, nem ahhoz tervezték, nem ahhoz a vágóasztalhoz, emiatt rövid a csöve, nem tudsz mellé állni a teherautóval, vagy nem tudsz mellé állni a traktoroddal, ez is problémát okoz, meg még ráadásul ugye kicsi a magtár része is, és emiatt is ugye problémás. Ez egy ilyen nagyon jó megoldás, meg tudtuk venni, miért ne vegyük meg, ja és bérelni nem akarok gépeket, azt így elmondom. Akkor, jó, ezt elkezdődött, ugye kellene nekünk traktor. A traktort is úgy kell megvenned, hogy a munkaeszközhöz. Egy kicsi traktort nem veszünk nagy munkaeszközhöz, nagy traktort meg kicsi munkaeszközhöz fölösleges. Ezért érdemes megnézni, milyen munkaeszközök kellenek. Ami leginkább teljesítményt igénylő munkaeszköz, nekem a kultivátor és a vetőgép. És milyen nagy szerencsénk van, vannak olyan eszközök a játékban, ami mind a kettő dolgot megcsinálja egybe. Tehát a vetőgépeknél van olyan vetőgép, ami egyből tarlóba vet, vagyis kultivál is, fellazítja a területet. Na, hát olyat fogunk venni. Egyelőre ilyen marha nagyokat nem fogok venni. Kiválasztunk egy kompakt kis vetőgépet, gondolkozok a Rapid A600S-en, mert ugye a Pronto 9 DC-n, viszont a Pronto 9 DC az másfél, vagyis 50%-kal nagyobb, mint ugye ez 6 méteres, ez meg 3-mal több, tehát ennek a felével több. 50%-kal szélesebb ugye a munkaszélessége. Tökéletes gyerekek, meg még ráadásul trágyáz is. Ami mindjárt elmondom, hogy miért fontos. Na, gyerekek. Meg is vettük. Nincs mit beszélni, meg is vettük. Amire még szükségünk lehet, hát mondjuk egy kombány nem ártana, viszont a pénzt fel kell vennünk, ugye felvesszük a hitelt, tudom, muszáj gyerekek, muszáj, élni kell ezzel a lehetőséggel, mivel tényleg olyan járműveket kell venni, amik nekünk jók lesznek. Oké, okay. Na, ökkó, a következő. Kéne vennünk ugye egy traktort, várjatok. Az a baj, hogy közben megy az idő. Pedig annyira el akarnám mondani a dolgokat. Na figyeljetek! Meg állítsuk meg az időt. Állítsuk meg gyerekek. Valahol meg lehet, ugye? Hol lehet megállni? Ja. Egyébként, amit látjátok, a gyomok és a időszakos szántás van kikapcsolva. Ez a kettővel én nem vagyok hajlandó foglalkozni. Időszakos szántás, időhúzás, gameplaybe meg főleg megbolondultok, hogyha én időszakos szántást fogok csinálni minden harmadik vetésforgáskor, vagy éppen, hogyha olyant ugye aratunk, vagyis olyat ültettünk, akkor ugye muszáj. Nem fogom csinálni, gyomok azok meg megint egy rettenetes dolgok, nem tudom, nem nagyon befolyásolják a játékmenetet, meg fogom mutatni, hogy mennyire. Állisten, most már a Farming Simulator 19-ben százalékosan, pontosan meg tudod nézni, hogy mi, hogy befolyásolja a termést. Tehát nem kell különböző városi legendákra adni, hogy ez hogy működik. Na viszont a traktor vásárlásra visszatérve, ugye azt fogjuk megvenni. Szempontok. Vigye el azt a vetőt és azt a kultivátort, meg az eszközöket, amiket te akarsz használni. Nálam még nagyon fontos szempont az, hogy legyen első három pontos és gardán kihajtása is. Az egy nagyon jó dolog, mert előre is tudsz akasztani bizonyos dolgokat. Akkor, ami még fontos, legyen gyors. Hogyha nincsen pénzed még teherautóra, akkor fontos, hogy gyors legyen, mivel azzal fogod szállítani a
Gaborát. Ezek igazából azok a fő szempontok, amik tényleg fontosak lehetnek a traktorvásárlásnál. És akkor vegyük is meg a traktort. A nagy traktoroknál nézzünk körül kapásból. Az a lényeg, hogy azt hiszem, hogy 270 lóerők kellett minimum annak a vetőnek, úgyhogy kapásból itt meg körül. Egyébként a gyors traktoroknál, hogyha te nem azt a megoldást választanád, mint én, akkor nagyon ajánlom neked például ezt a docot, vagy ugye a nagyobb fentek azok is elég gyorsak tudnak lenni, viszont én a GCB Fast Track-et veszem meg, tudom egy picit drágább, mint a doc például, de ez a 348 lóerő viszi, mint a szart, még a nagyobb pótokat is, meg a nagyobb eszközöket is, és ez a leggyorsabb a játékban. 70 km/h tud menni. Úgyhogy ezt meg is veszem. Rendben. Oké. És pótkocsi. Pótkocsit is kell vennünk, ugye. Pótkocsit is érdemes egy nagyobbat, forgózsámolyosokat abszolút nem ajánlom. Azt gondolom, hogy mindenki vágja. Egy nagyobb pótkocsit például, ugye ez fontos, hogy vigyen minden gyerekek, nehogy megszívasson benneteket. A 45 000 liter szerintem teljesen jó lesz, és akkor gyakorlatilag majdnem megvan minden, majdnem, mert még közben beszélünk erről, csak most nagyon gyorsan ki kellene érnem, mert ugye dolgunk van kint le kéne ürítenünk a kombájnunkat. Na. Ugye 70 km/h tud menni, 73-mal jobban mondva, iszonyatosan gyors, nagyon jó ez a pót, vagy nagyon jó ez a traktor, én nagyon szorgalmazom, mindig mondom az összes ilyen jellegű sorozatomban, ami modulatlan, hogy ezt érdemes megvenni. Nagyon univerzális traktor, ilyen gyorsan nem tudsz eljutni egy traktorral se A-ból B-be. Erős is ugye. Igen, ez meg közben, op, most telett meg. Nagyon jól adja ez a föld, viszont rettenetesen széleset is fogunk ám. Ja, fontos még, hogyha így kezded a játékot, nem lesz farmsilód. Azt ugye, azzal legyél tisztában. Vehetni vehetsz, természetesen mindent lehet venni, viszont semmit nem lesz. Gyakorlatilag egy földön futó űrge leszel. Úgyhogy ezzel együtt kell élned. Később ugye úgy építkezel, ahogy akarsz, viszont egyelőre nincs. Egyelőre azzal kell megelégedned, hogy vagy bázz valahova, oda például ugye a biomasszához, vagy ahova akarsz épp a mapon, hogyha van olyan, akkor be tudsz állni, ha nincs, akkor nem. De egyelőre ugye itt az alaplap mapon nincs semmit. Később fogunk építkezni egyébként, úgy tervezem. Gyorsan. Nincs ebben olyan sok, mennyi lesz? 30% körül? Jó. Forgózsámolyos pótkocsit ne vegyél, hogyha nem akarsz megbolondulni. Tényleg azt ajánlom. Jó, amíg arad tovább, addig ugye jövünk, mert még csomó mindenre szükségünk lesz, gyerekek. Higgyétek el, hogy itt lesznek még olyan dolgok, amire tényleg szükségünk van. Nem ugratok. Megpróbálok nem ugratni a játékba ezért, járművet, jó. Ne az legyen, hogy azért folyamatosan ide-oda pattogtatom őket, hanem inkább az legyen, hogy nekem kelljen elmennem a különböző munkaeszközökért. Na, amit még nem kapcsoltam ki, ugye? Jaj, várjatok. Valamiről akartam beszélni. Infopanel, információ, termésjavítás. Minden infót megtalálsz a Farming Simulator 19-ben már. Megnézheted, hogy tudod javítani a földeket. Le van írva konkrétan, nincsen veszekedés. 65%-os terméshozam bónusz. Hogyha? Kétszer trágyázol. 25% alkalmanként. Tehát, hogyha kétszer trágyázol, 50%-kal több termést kapsz. Ha meszet kiszórunk minden harmadik betakarításnál, plusz 15% hozam. Ennyi. Annyi, ezt akartam mondani, hogy csak mínusz 35% hozam csökkenés lenne, ha nem szántanánk, és nem gyomlálnánk. 35% termés csökkenés lenne. De ezt én kikapcsoltam. Az a 35%-ot nem a 35% miatt, mert nem egy olyan domináns dolog az. Nem 35%, nem olyan nagyon sok. Főleg úgy, ha 65%-os terméshozam bónuszt megkapod. De én nem rühellem a gyomlálást. Úgyhogy ezért. Bocs, gyerekek, de ez ki lesz kapcsolva. Na, amit kell vennünk, az nagyon fontos dolgok. Az a műtrágyázás technológia. Kell vennünk mindenképp meszezőt. Várjátok.
Igen, hát ez igen, ez ugyanaz. 18 méteres. Jó, veszünk meszest, cuccot, ugye? Érdemes ugye 6 méteres terítőegységet 18 méteresre megnöveli ugye a munkaszélességet, meg esetleg ugye föl egy bővítményt földküldesz a tetejére, és már is akkor 750-nel kerül többe, és már is 14 000 literre föl lehet durrantani. Ez nekünk kell. Ami még nekem marhára kellhet, őszintén megmondom, sose próbáltam, most ki fogjuk próbálni. Földobunk, nem dobunk föl. Eszünk egy ilyet. Eszünk egy ilyet, 24 méterbe tud. Csodálatos, nekünk egy ilyet akarok venni. Igen, egy ilyet akarok venni, ez valószínűleg ez rá lesz hegezve gyerekek a GCB elejére. Igen, na, és akkor itt, amit láttok, minden. Az összes munkaeszköz, aminek szükséged van arra, hogy termelje bármit, nem bármit, mert jó gyapotot, meg kukoricát most nem kell ezzel, vagy krumplit, vagy répát, de az, hogy te elkezd a gazdaságodat és sok pénzt termelj. Itt van, ennyi. Nem kell több semmi, gyerekek. Nem kell több semmi. Viszont nekem kell vennem. Valamit kell vennem. Valamit kell vennem. Álljatok le, gyerekek. Mert valamit elfelejtett a képen. Hát itt még kell valami. Nagy zsákok. Kell mag nekem. Meg szilárd műtrágya. Meszett tartalmazó zsák, meg nem. Jó. Ez kell. Itt ebből veszünk. Oké. És szilárd műtrágya, az is kellene nekem. És megmondom, hogy meszett miért nem veszünk. Azt majd mindjárt meg fogjátok látni. Próbálok mindent így elmagyarázni, meg megmutatni. Jó. Viszont. Akkor. Hülye vagyok ez a mag. Jaj, magot vettem először. Jaj, bocsánat. Majdnem, kemény lenne 24 méterbe metni ma izért mi. Ezt szerettem volna, műtrágyát. És te meg fogjátok látni, hogy igazából mire utazik a Keeper. A műtrágyát tudom, hogy a gépi munkás nem használja el. Viszont a Keeper elhasználja, emiatt erre szükségünk van. És akkor most jöhet a vetőnk előre. Csak ránézek a kombányra. Aha. Jó. Azért hagytam itt a pótot kb. Ugye a terület közepén. Hogy tudjak üríteni akármikor, amikor még dolgozok. Azaz. Ugye ez a sorozat tényleg akkor csak modolatlan gépekkel, ugye minél nagyobb gépekkel, minél hatékonyabban ez tényleg ez egy ilyen rohadt kapitalista, bolsevik, pénztermelő gazdaságot próbálunk csinálni. Gyakorlatilag semmi cicó, az a lényeg, pénz, jöjjön a money. Oké? Okay? Na. Gyerünk. Visszaállítom. Ja, ezért a szárszórást ezt ki kell kapcsolnom, mert én nem, ja és nem fogok bálázni, nem, természetesen nem fogok bálázni, akármennyire is szerettétek volna, vagy akárki, valaki szerette volna. De hadd ne kelljen baláznom. Az nekem megint egy izé, az gyakorlatilag az megint nem hatékony. Később, ha szükségünk van, szalmára kelleni fog, akkor természetesen balázunk, de abszolút nem hatékony, abszolút nem üzlet, úgyhogy egyelőre még nem csináljuk, jó srácok? Ezt így
Ez a tudattal birkozzon meg mindenki. Oké. Feltöltjük ugye őt. Ezével is. Nem csak. És természetesen mit vetünk, gyerekek? Gondolom sejtitek. Szója babbal feltöltjük. És feltöltjük ugye műtrágyával is. És amint már látjátok a folyamatot, már az fog történni. Gyakorlatilag meg tudod oldani. A két trágyázás, amit ugye írt, az gyakorlatilag meg is van nekünk. Ugye azzal, hogy gyakorlatilag le tudunk trágyázni az elején lévő cuccal. Nem egyszerre természetesen. Azaz, ugye műtrágya mehet bele. Azaz. Jó van, rájátszok. Hát 96%-a van, teljesen jó nekem. Oké, akkor ezt fölviszem. Ugye nem a vetővel fogjuk kezdeni természetesen. De hát azért jót tett nekünk a GCB Fast-nek, mert különben ezzel a gépegységgel azért már elég jól le vagyunk terhelve ám. És azért jó ugye az előn lévő 3 pontos csatoló, hogy tudjál előre is dolgokat pakolni. Akármit is, hogy szükséged van rá, akkor tudsz azzal is dolgozni, ugye. Viszont szerintem a pótot viszem a srácnak, mert mondjuk a föld végébe lerakjuk a izét. Vetőt. Úgy. Az. Igen, egyébként baromira meghúzza az elejét ez a nagy dög. Úgyhogy ez. Kellettek a traktoron, szerintem óra buknék. Egy nagyobb fékezésnél szerintem meg is éreznénk. Aha. Ja, észre is veszi. Jó, meg lassan bietem a magot, mi? Eladásra. Megnézzük ugye, hol adnak legtöbbet ér. Tehát ebből nem is nagyon nem fogunk meggazdagodni, de nem is az a lényeg. Nem tudom, meddig van. Ha tetején benézel ugye látod, hát majdnem tele van, basszus. Jó, nem tele, de azért van benne. Tudom tempomat, srácok, ne írjátok. El lehet itt evickélni tempomat nélkül is szépen. Hát nem fog beleférni az összes arra, készüljünk, úgyhogy szerintem az lesz, hogy már viszem is. Mert az lesz a probléma, hogy akkor meg így... Ja, az lesz a probléma, hogy állni fog a kombány, ne álljon a kombájnunk. Már nézzük is, gyerekek, hogy ez hova lehetne vinni. Ez hol van? Na, Árpánkban. 636, 650. Központi gabon elevátor. Ugye ilyenkor szépen bejelöl ezzel, hogyha esetleg nem tudod, hol van körülnézve, azt ahol látjuk is, hogy hol van. Aztán hadd menjen. Hát figyeljétek, itt az elején azt ugye gondoljátok, hogy ha mi a szarnak, skipper ott van az elején az a cucc. Nem baj. Gyerekek, visszük azt magunkkal szépen okosba. Ja. Jó helyen van ez a föld, viszonylag közel van minden, láthatod. Hát ettől nem nagyon kell kilátni, de ez a külső nézet csodákra képes. Oké, eladjuk szépen. Nagyon venni nem akarok semmit, mert igazából megvan mindenünk. Most ez hülyén hangzik, de gyakorlatilag úgy bevásároltuk, hogy nekünk az égvilágon semmi nem kell. Jó. Ugye, hogyha lenne időszakos szántás, akkor kellene az eke. De nem olyan drágák az ekék egyébként, de tényleg az egy idegörlő dolog. Az nem ad a játék élményhez nekem, az elvesz sajnos. Traktoros táblát vittük ki, mint a szart ez az. Na. Ja, és mindjárt meg fogtok még valamit látni. Hogy ugye miért nem vettem én. Miért nem vettem én meszet? Ezt mindjárt meglátjátok, gyerekek. Mert ugye most nem méz van ott elől, hanem műtrágya.
vissza. Jó. Adjunk neki, gyerekek, már mindjárt meg is. A 24 ezeret ott ért el, nem sokat, kb. Még majdnem ennyit fogunk kapni. Úgyhogy itt 100 ezer körülre föl fogunk menni. Hát az, tényleg azzal nem fogunk elmenni búcsúba, nem is az a cél. Egyébként itt a földön átmennék, megmondom őszintén. Pont oda jutnék, úgyhogy ez lehet, hogy át is vágok. Jóó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 
73-mal gyerekek. Na látjátok? Ez a fast tracknek a az előnye mi? Hol van a kombájnunk? Hol a kombájnunk gyerekek? Jó, ott van a... Fast track előny. Hú, hogy fordultuk? Jaj! Jó van, srácok. Leürítem, lekapcsolom a kocsit. Akkor már bele fog férni a következő. Azt megyünk a izéhér. Másik cuccér. Ugye a... Gyakorlatilag az is műtrágya szóró, csak appa, bocsánat, haver, bocs. Jaj, te fiú. A hülyeség mi? Ja. Oké, srácok. Megyünk azért. Ugye a másik műtrágya szóró ér a hátsóért, ami gyakorlatilag ugye már tud meszet is. És tényleg, ennél több, hogy termelj te pénzt, viszonylag gyorsan, mert ugye nagy gépeid vannak, ennél több dolog nagyon nem kell. Ami kell, az mindenképpen kell egy még egy föld, hogy azt is tud vesztésforgóba csinálni, ugye? Tényleg ennek a sorozatnak, ugye van az 1 milliárd eurós kihívás FS15-ben, ennek a sorozatnak viszont az lesz a célja, hogy minden földet birtokoljon a Keeper. Mindenféle trükk és mindenféle dolog nélkül, mindenféle cheat nélkül. Na. Ez marad itt. Aztán levágtatunk. Egyébként itt egy farmház, meg ilyesmi jó lenne ennek ezen a részen. Úgyhogy esetleg kipucolnánk. Ezt a táblát meg már hányszor viszem ki, vagy ez még nem az volt? Hozzuk az utolsó munkaeszközt, amire szükségünk van. Ugye azt mézzel meg fogjuk tölteni. Még maradt is egy mag. Majdnem jól kiszámoltam, de nem teljesen. Ezt lenyit, ugye föl, jaj, ez ilyen nagy. Azt hittem, hogy eltűnik csak, de nem. Na, srácok. Elmegyünk. Megmondom, hogy hova, srácok. Most elmegyünk. Elmegyünk a biomasszához. Ott tudsz venni. Tudsz venni meszet, és akkor ugye nem kell zsákokat vagy ládákat venned, hanem simán meg tudod oldani sokkal egyszerűbben, ha oda mész, és akkor megtankolják neked a szerkezetedet. 65 ezerünk van gyerekek, jól van. Hát ugye érdemes lenne, gondolom, mondjátok, hogy majd visszafizetni ugye a minél hamarabb a sarad a hitelt, de én inkább azt fogom csinálni, hogy nem a hitelt fizetem vissza, hanem még egy földet minimum meg kéne vennünk majd. Ja, itt tudod tölteni a... látod? Itt, és akkor ki is nyitom, hogy látszódjon. Ja, és ugye lehetne valami... Melyik siló tartalmát igazából ez... Egyiket se, ugye pénz az fogy, mert ugye ugyanúgy veszed, mint hogyha dobozba vennéd, vagy raklapszám, de vagy zsákszám. Viszont így legalább nem kell izélned, nem kell csomó raklapot megvenned. Mert ugye nem is tudom hány ezer literes... Ez 14 ezer literes az a cucc, igen. És akkor nem kell annyit beszegetned, hanem ide szépen válsz. Közel is van, ugye. Ja, lecsukjuk azt, hadd menjünk. Hát most már nyírre túl vagyunk terhelve. Úgyhogy kellett is ez a 300 valahány lóerő, gyerekek. Kellett ez a 370 körül? 370 körüli lóerő. Jó, szerintem a kombájnunk az meg lassan végezget. Hiszem. Jó, oké, szuper, minden jól megy. Ugye le kell, a következő művelet ugye mindig, hát meg kell nézni, hogy kell-e mész neki. Ugye nem mindig kell, meg kell nézned. Térképen meg tudod nézni, vagy meg tudod nézni, ha ráállsz a földre, most már ugye informatív az is, hogy gyakorlatilag odamész a földre, és akkor meg tudod nézni azt is. Megtelt a magtárunk, gyerek, oda nézzél, az annyitől, hallod?
Ez jó adja ez a föld, gyerekek. Én ezt megint kapcsolhatom le. Hát pörgünk. Pörgünk, mint a trágya szóra, ugye? Szoktam mondani. Ja, nem 100%-ig tett meg, hanem csak ugye 80-ban van, gondolom, akkor írta. Jó van, nincs semmi gond, gyerekek, nagyon szép minden. Egyébként azt se vágom, hogy miért nem csinálja azt, hogy amikor a szárat rajt hagyod, az valamennyire számít valami izének. Jó, nem 100%-os trágyázásnak, hanem valamennyit számíthatna, nem? Ez úgyhogy full lenne. Ez így pont most emelte fel a vágó azt, tehát ez jól ki volt számolva. Egyébként azt tetszik ebbe a farmingba, hogy ez azért jól néz ki. És de viszont ezt a farming 19-et, ezt csak modern gépekkel élem. Mik azon gondolkozok, ez fönn van rajtunk ez a cucc az elején. Mit látunk? Mit látunk előre? Mert a lámpánk az körülbelül világítja ennek az elejét. Érdekes. Na jó van. Na mi van, mennyi van még? 30% körül megy bele, mi? Mármint úgy értem, persze volt már benn. Na! Kihúzzuk ide földszélibe. Aztán... Bassza, nem hiszem el, mennyi kell még neki. Durván nyomja. Mert neki szívesen nekiállnék, már ugye tudnék kizajánni. De hát, meg kéne várni. Hát jó, a messzezést meg tudnám csinálni. Na gyerekek. Álljunk meg egy szóra. Nézzük meg a izét. Mapot? Hogy mit ír ilyenkor? Na, ugye itt ilyenkor írja, betakarítottnak írja ezt a területet. Jó. Nagyon boldogok vagyunk, és hogyha ráállunk, akkor megtrágyázott 0%. És nem írja a meszet. Nézzétek, nem írja a meszet. Nem írja a meszet, mert most nem kell neki mész. Nem írja. Szántást igény, mész kell hozzá. Szántást igényet írja, de ugye az ki van kapcsolva, jó. Viszont igen, a meszet nem írja. Tehát akkor mázling van, mert meszeznünk nekünk nem kell. Viszont egy dologra kíváncsi lennék, hogyha én egyszerre szórnám az elején is, hogy hátulján is a izét. Na majd mindjárt megmutatom, mit akarok. Jó gyerekek? Azt akartam, hogyha az elején elindítom ezt a műtrágyaszórót, azt rászórom a tarlóra. Utána belekultiválja, és utána még megy a második műtrágyázás, akkor az benyeli-e kettő műtrágyázásnak, vagy csak egynek nyeli be. Lehet, hogy úgy lehet, csak most ezt komolyan nem tudom. Én valami rémlik, hogy csak úgy lehet, hogy növekedési fázisonként, tehát nem fogja benyelni kétszer. De ugye ez izébe kapná, tarlón kapná, az meg már kultiválton vetetten, és ezért gondolom azt, hogy lehet, hogy ez működhet. Nézzük meg a kombány, hogy a... Ja, figyeljetek, kombányból kiürítem majd kézzel. Jó. Adjunk neki, gyerekek. Viszont az a baj egy kicsit... ugye széles az első műtrágya szóró, 24... métert fog szórni. Úgyhogy az egy kicsit... minek nevezik? Veszteséges lesz. Szóval azért meg a kulpa. Bocsássatok meg, én védkem. De valami eset. És most arra leszek kíváncsi, ugye, hogyha ezt mind a kettőt bedurrantjuk. De várjál, a gépi munkás be fogja durrantani mindkettőt, ugye? Ezek a nem mindegy dolgok, gyerekek. Na nézzük. Mi fog itt történni? Aha, igen. Ó, gyerekek, ez nagyon brutális. Na, erre vagyok kíváncsi. Mert ugye ez elvileg műtrágyáz is. Akkor most meg kell nézni térképen, hogy nagyon nem írja még. Érdekes. Várjátok, az időszakos szántás ki van kapcsolva? Kötelező időszakos szántás ki van kapcsolva, és mégis ezt a piros szart írja, látjátok? Akkor ez meg leszek lőve egyébként. Várjál? Igen, 50%-ra van csak megtrágyázva. Úgyhogy hiába van az elején. Álljál meg akkor? Jó, végén megállítjuk. Akkor ez ugye azt a vetőnek köszönhető.
Tehát akkor a 24 méteresse az elején, az a végig kell még egyszer mennem. Ja, hát ez túl szép lett volna, ha igaz lett volna. Várja. Az elejéről ledobatjuk, jó? Le is, le tudom rakni. Úgy né. Jó van. Nincs semmi gond, gyerekek ám. Az időszakos szántást miért írja, ha egyszer ki van kapcsolva? Lehet, hogy az még ugye benn van a legutoljára, ami volt. És akkor egyszer le kell szántanom, akkor megőrülök, gyerekek. Na mindegy. Jó, és kiugrok, várjál. És ugyanúgy 50%-ot ír, igen. Jól van, oké. Hát akkor a következő nevekedési stádiumban le kell 24 méteressel durrantanom. Jaj, várjatok. Vajon nem kicsik vannak gyerekek itt, látjátok? Jó, oké. Na semmi gond. Ezt még sose próbáltam ki, hogy ez működne így. Hát ez jó. Ezt soha nem próbáltam ki egyébként, hogy mondom, működik-e. Hogy esetleg megcsinálom azt, hogy ugye elől van egy, meg hátul van egy. De ez így nem. Következő növekedési szekvaszba működik csak. Viszont ugye arra gondoltam, hogy az elején még ugye kultiválatlan, vetetlen föld. Amikor meg ugye már, mert az eleje az, arra szór. A következő, az meg már a izébe szórja. A vetett rá, vetett be. És ezért gondoltam, hát ha, de hát nem jött össze, gyerekek. Nem baj, ez is teljesen jó így. Következő nevelkedési szakaszban majd le kell a izébe 24 méteresre durrantani. Aztán az jó lesz úgy nekünk. Hát, ez vissza kéne mennem oda azért. Ne legyünk restek visszamenni oda. Ja, földek körül lévő területek használata, vagy akármicsoda. Összeszántás nem hiszem, hogy fogok csinálni, vagy összeszántást azt fogok csinálni, viszont azt nem fogom csinálni, hogy én ilyen hatalmas területeket fogok felszántani önkényesen. Nem, azt megint rettenetesen sok idő, és nem biztos, hogy kifizetődő. Persze kapsz ért, nyersz területet, ami ingyen van, de mégse ugyan, olyan nagyon hatalmasan király dolog az. Jó van, gyerekek. Igen, megtrágyázott, betakarított, lehet, hogy egy kicsit be van bugolva egyébként ez a piros. Ja, szántás, várjál, oké. Jó, igen. Azt nézem, miért állt meg a traktorunk. Aha. A szalma, gyerekek, a szalma. Nem szerette a szalmát. Az volt az a nagy szalmakupac, azt felfutott rá izé a vető. Ja, oké, most már itt tiszta minden. Igazából ugye kikapcsoltuk a szántást igényel dolgot. Viszont, igen. És az így. Jó lesz a srácok, teljesen jó. Oké, nyomjad neki, tesó. Nyomjad neki. Ugye egy kicsit megy a pénz, mint az állat, mert ugye ilyenkor veszi a magot. Tehát nem az használódik, ami benne van. Viszont nem kell venni bele. Az meg egy nagyon jó dolog. Jó, ezzel meg úgy látom végeztünk. Kiürítjük. Ezt nem tudom egyébként, hol tároljam a gépeimet egyelőre. Mert nem szívesen hagyom ki. Most nem, tudom, hogy egy játék, de nem szívesen hagyom ki a föld szélébe. Meglátjuk. Ez valószínűleg nem fog beleférni. Esélyes. Aha, eddig pirta. Jó van, oké, ezt majd kiürítjük. Hát, itt szembe itt a izék is. Milyen francon gyöppön fogjuk tárolni. Oké, és kacok. Jó. Oké. Hát szerintem most... azon filózok, hogy... ugye ez valószínűleg azt fogjuk csinálni, hogy itt befejezem ezt a videót, és következő részben várlak benneteket. Aztán adjuk neki, gyerekek. Hát ebből a babból rengeteg pénz fog jönni. Ebből a babból annyit, a következő dolog, amit meg fogunk csinálni, az mindenképpen az lesz, srácok, hogy
vagy a 6-ost megvesszük, és a 6-ost összerántjuk, ha út van ott, ha nem, sajnos. Keeper az egy állat, össze fogja rántani a kettő földet, és akkor egy hosszába, ugye ez egy széles, hosszába egybe lehet művelni a kettőt. Bár nem biztos, hogy megéri, mert ugye, hogyha nem fezántod össze, akkor meg vetés fog, vagy lehet felváltva ugye dolgozni a kettőn. Úgyhogy gondolkozni érdemes. Sőt, nem biztos, nem szabad összeszántani, sokkal inkább megéri a másik dolog. Jó van gyerekek, szerintem akkor ennyi volt ez a videó, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, vélemény nyugodtan mondjatok. Egyébként tudom, hogy volt egy ilyen sorozat már régebben, elkezdődött, viszont amikor elköltöztem ugye az ország másik felébe, akkor kénytelen voltam abba hagyni, és azon gondoltam, hogy azért jó lenne ezt újra elkezdeni így még egyszer, és tényleg kitolni a végéig ezt a sorozatot is. Nagyon szépen köszönöm tényleg, hogy itt voltatok, jók legyetek, csácsomi csőtésztek!